Több mint 400 ezer jegy kelt el az atlétikai világbajnokságra. A szervezők szerint a VB nem csak itthon, külföldön is óriási siker volt. 195 ország több mint 2000 sportolóját fogadta Budapest. A világon 1 milliárd ember nézte a közvetítéseket. Németh Balázsral beszélgetünk. A Budapest 2023 ZRT vezérigazgatójával jó estét! Jó estét kívánok! Sokkal jobb volt, mint amit megálmodtunk. Ezt mondta, miért volt sokkal jobb? Valószínűleg olyan egység jött össze a szurkolók és a versenyzők között, amire még én sem, mi sem számítottunk. Azt pontosan tudtuk, hogy csodát szeretnénk tenni, láttatni bent a Nemzeti Atlétikai Központban, meg azon kívül is. Tehát a felvezető kampányt is úgy csináltuk végig, hogy nem csak 9 napról szól a mi fejünkben az atlétikai világbajnokság, hanem ennél sokkal többről, mert nagy sporteseményt rendezett már Magyarország, ekkorát persze még nem, de ennél mi többet szerettünk volna. De minden várakozásunkat felülmúlta az, ami bent történt az atlétikai központban 9 napon keresztül. Furcsa, hogy ezt az egységet mondja, mert sokan meg ezt hiányolták, mert hogy egyébként ellenzéki oldalról is kapott a szervezés pozitív véleményt, biztosan látta Juhé István például, aki azt mondja, hogy végtelenül büszke arra, hogy Budapest rendezhette meg, jól végezte a dolgát a szervező bizottság, mindenki, ez egy óriási siker volt, és nagyon szomorú, hogy nem tudott egy valódi nemzetegyesítő ünnepet csinálni ez a világbajnokság, valahogy így fogalmazott, miért nem tudott? Ha egyet ért ezzel. Ezt tőle kellene megkérdezni, én nem ezt éreztem, ráadásul már a felvezető időszakban sem ezt éreztem. Tehát ebben az egy évben, amit én a szervezőbizottság élén, a VB szervező cég élén töltöttem, azt láttam, hogy egyre inkább elhalkulnak azok a hangok, amelyek a VB-vel, a sportlétesítmény fejlesztéssel szemben szólaltak meg. Tehát egyértelműen nemzeti egység volt az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatban. Mindenki belátta, hogy itt egy dolgunk lehet, hogy megmutassuk a világnak, hogy tökéletes atlétikai VB-t tudunk szervezni. Egy milliárd ember nézte. Voltak olyan hangok, hogy mégiscsak több mint 300 milliárdot költ erre a kormány, nagyon-nagyon sok pénz, hogy jön ez vissza, rossz állapotban van a magyar gazdaság, rossz állapotban vannak a magyar háztartások, minek ez nem éri meg? De megéri, hát látjuk, hogy megéri. Az én cégem azért felelt, hogy magát a világbajnokságot megszervezze. Ezt elmondtuk, itt az ATV-ben is voltam néhány hónappal ezelőtt, hogy 70 milliárd forintba került, de dupla ennyit, majdnem dupla ennyit, 130 milliárdot hoz. És most már látjuk, hogy hol hozta. Ide jött sok tízezer turista, költötték a pénzüket. Azt mondja, 70 milliárd. Én most Szabados Gábor sportközgazdász adatai vannak itt előttem, ő 315 milliárdot számolt. Azt mondja, hogy 246 volt az infrastruktúra kialakítása. Létesítménnyel együtt. Szervezési igen, költség igen. 70 milliárd, így jön ki a 315 milliárd. A szervezési költség az 70 milliárd volt. Az, hogy mennyibe került a stadion, ami nem csak egy stadion, hanem kerékpáros hit, bemelegítő pálya, egy városrész rehabilitáció. Persze, aki úgy szeretné nézni a matematikát, beleszámolja azt is. Én azt számolom, hogy maga a világbajnokság az 70 milliárdba került a kormány döntése értelmében. Hát úgy számol, hogy az itt marad, tehát azt lehet használni. Hát hiszen itt marad, egy rozsda övezet, egy olyan terület volt, ahol nem lehetett megközelíteni a Dunapartot, mérgező anyag szivárgott a Dunába, ehelyett most ott van Budapest új sport és szabadidőparkja, tehát az megmarad a budapestieknek. Maga a VB az 70, viszont hozott 130-at. Tehát így pozitív a szaldó. Egyébként ezen kívül szerint mi a hozadéka Magyarország számára, vagy mondjuk a magyar atlétikai sport számára ennek a világbajnokságnak? Volt egy olyan közösségi élmény, és akkor ez a hozadék Magyarország és a magyar emberek számára, volt egy olyan közösségi élmény, amire nagyon ritkán van példa. Büszkék lehettünk erre a 9 napra, és én így is indultam neki ennek az évnek, hogy azt szeretném elérni, hogy büszkék legyünk a 9 napos rendezvényre, plusz szeretném megmutatni minél több magyarnak, politikai pártállástól függetlenül, anyagi helyzettől, lakóhelytől, kortól függetlenül, hogy nagy sporteseményt Magyarországra hozni az jó dolog, mert ebből hasznunk van. Gazdasági haszon, társadalmi haszon, turisztikai haszon. Szerintem ebben az ügyben léptünk előre. Ugye az olimpiát is támogatja, így a VB után elhangzik több politikus szájából, hogy bebizonyította azt az ország, hogy készen áll egy olimpia megrendezésére. Miért állna készen? Azt bizonyítottuk be, hogy a világ harmadik legnagyobb sporteseményét meg tudja úgy rendezni Magyarország, ahogy korábban az elmúlt 40 évben még egyetlen egy ország sem. Akkor nem érte ezekkel a hangokkal egyet, hogy tudunk olimpiát rendezni, vagy tudnánk olimpiát rendezni, és készen állunk erre? Ma nem tudunk, de 2036-ban, ami a legelső szabad időpont, amikor nincsen gazdája az olimpiának, ha nagyon sokat dolgozunk, akkor tudunk.
Miért gondolom? Most én két közgazdást megkérdeztem egyébként, hogy megérné olimpiát rendezni, azt mondják, hogy óriási a kockázata. Bütyl Ferencet kérdeztem egyébként, és az imént Csaba Lászlót, nem tudom, hogy hallotta-e. Azt mondja, hogy nagyon sok országban gazdasági krakot hozott egyszerűen, tehát ez óriási költséggel jár, ráadásul Magyarországon Budapest infrastruktúráját olyan szinten kellene fejleszteni, hogy elképesztő összegekről van itt szó. És az rossz lenne, hogyha fejlődne az infrastruktúra Budapesten? Annak az egészen lenne, biztosan nagyon örülne, de most nagyon nem az látszik, hogy Budapest infrastruktúrája fejlődne. Nagyon sok beruházást leállítottak, hát nyilván látja a hírek, hogy mi történik a fővárosban. Az rossz lenne, hogyha egy olimpia hatására például meg kellene építeni, hogy a Ferihegyi repülőtérről jól be lehessen jutni, kényelmesen, gyorsan be lehessen jutni a belvárosba. Hát most voltak olyan résztvevők, akiket én örültem, hogy sötétben tudtunk becsempészni. Olyan úton kell bejönni a reptérről, és olyan gaz van az út mellett, ami ciki. A szemetet kellett szednünk a Nemzeti Atlétikai Központ tágabb környezetében, mert ide jöttek a külföldiek, sportolók, újságírók, szurkolók, és kellemetlenül nézett ki, parlagfüvet kellett írtanunk, saját erőből, saját pénzből gazt kellett írtanunk. Tehát én örülnék neki, hogyha minél több nagy rendezvény jönne Budapestre, és ezek hatására, ezek segítségével fejlődne a magyar főváros. Ha már főváros, akkor egy idézet öntől, honnan tudom, hogy sikeres volt az atlétikai VB, például onnan, hogy egyre többen úgy emlékeznek, hogy valójában ők szervezték. Tovább nem idézem inkább. Amint kiderült a világbajnoksággal, nincs baj, akkor azonnal megjelennek a gazdák. Ez Karácsony Gergelynek volt egy üzenet? Azt nem írta oda. Akkor kinek volt? Nem írtam oda, és nem is fogom elárulni. Mindenkinek üzenet volt, aki akkor, amikor úgy nézett ki, hogy még nem lesz ennyire sikeres a világbajnokság, akkor nem állt mellettünk, akkor nem segített. Amikor már kiderült, hogy sikeres, akkor az élére látszik állni ennek a sikernek. Nem. Azt leírtam, hogy kiknek köszönhető a siker, azoknak az önkénteseknek és azoknak a kollégáimnak, akik 40 fokban, éjjel-nappal dolgoztak azért, hogy sikeres legyen. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm.